Miért mi sétáltatjuk a gyereket, amikor tele vagyunk szolgákkal? Jó napot, Mrs. Jó napot, Butler kapitány. Jó napot, Scarlett. Bolondnak néznek minket ezek a vén sárkányok. Pár évvel ezelőtt még nem kellett volna ezt tenned. De jelenleg az a dolgunk, hogy megszelídítsük a város bősz asszonyságait. Jó napot, Mrs. Whiting. Jó napot, Butler kapitány. Jó napot, Scarlett. Így lesz tiszteletre méltó úr a spekulásból. Van, amit pénzzel sem tudunk megszerezni Bonnie-nak. Elismerem, ez ügyben én is hibás vagyok, de Bonnie-nak a tisztességes emberek között a helye. És még ha hason is kell csúsznunk minden vén hájas macska előtt a... Jó napot, Mrs. Mead! Jó napot, Butler kapitány! Jó napot, Scarlett! Nem Butler kapitány? Jó reggelt, Caroline! Azon gondolkodtam, hogy igazán jó ember lehet az, aki ennyire tud szeretni egy gyermeket. Hát igen, hogyne. Ó, hallottad már, hogy Fanny Elsing elmondta Dr. Meadnek, Butler kapitány végre elismerte, több kitüntetést is kapott a háborúban tanúsított hősiességért. Na hát, és én már mondtam neked, Caroline, hogy Butler kapitány milyen nagy lelkű adományt adott a hősi halottak síremlékeit szépítő egyletnek. Még ilyet? Az én kis unokám, Napoleon Picard, jövő héten zsúlt rendez Bonnie tiszteletére. Na hát, Dolly Merryweather, nagyon jól tudod, hogy én akartam ünnepséget rendezni Bonnie-nak. Ugyan, Caroline Mead? Hogy mondhatsz neked ilyesmit? Szó sem volt róla, hogy te rendezem ünnepséget Bonnie Butler-nak. És nem találok szavakat, hiszen a múlt héten... Szó sem volt!